A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! A szükséglakásokban élő családok között az 1999-2000-es évi lakásfelosztási bérlőlista alapján csaknem 200 család juthat komfortos lakásokhoz. Az önkormányzat 96 megüresedett lakással rendelkezik, melyeket várhatóan a jövő év elején osztanak el. A leadandó lakással rendelkező kettő és több gyermekes családok közül azok, akik bérbevételi kérelmüket 91. december 31-ig benyújtották az önkormányzathoz, bérlőlistára kerültek. Ezen lista alapján 98-ban 60 család elhelyezésére került sor. Idén 96 lakás felosztására van lehetőség az igénylők között. Garzonházok, bentreket, bérlőket, illetve olyan bérlőket helyezünk el a megüresedett lakásokba, akik évek óta szükséglakásba vagy egyéb alacsony komfortú lakásokba élnek most. A második lépcsőben pedig azoknak az igényléseknek adunk helyt, tehát azok között osztjuk fel az így megüresedett lakásokat, akik még nem rendelkeznek lakásokkal. A város életében ez egy igen jelentős lépés lesz, hiszen közel 200 család lakásgondját sikerül ezáltal megoldani. Az önkormányzat a rendelkezésére álló 36 millió forintból 31 lakást tud felújítani. A másik, ami költséget jelentett a számunkra, de gyakorlatilag ez egy kötelezettség is, itt arról van szó, hogy akik leadják az önkormányzati bérlakásukat, itt hangsúlyozom, hogy a határozatlan bérletű jogviszonyt folytatókról van csak szó, azok a mindenkori piaci érték felére jogosultak. Tehát ezt visszakapják. Most mivel az újabb és újabb szerződések megkötésére most került sor, ezért sokan élnek is ezzel lehetőséggel, és így került ez a lakások körülbelül kétharmada, tehát körülbelül 60 lakás megüresedésre. Ezen megüresedett alacsony komfortfokozatú lakások várhatóan jövő év első negyedévében kerülnek felosztásra. November elején, közepén megérkeznek az első fagyok. Városunk lakosságának egy része nem a vízhálózatról szerzi be az ivóvizet, ezért kénytelen a tartályos vízellátásra hagyatkozni. A közcélú ivóvíz tartályok feltöltését a Pécsi Vízmű RT végzi azokon a területeken, ahol nincs kiépített vízhálózat. A mintegy 3,5 köbméteres tárolók töltése heti egy alkalommal történik az érintett területeken, melyek elsősorban a Mecsek oldalon találhatóak. A szigetelt tartályokban a víz nem tud megfagyni, ám a kieresztő csap befagyása rendszeresen problémát okoz a lakosoknak. A szelepek melegítése átmenetileg megoldást jelenthet, de nem célszerű, hiszen a gumitömítések megolvadnak. Mivel a meredett területek megközelítése télen gyakran lehetetlen, a Vízmű RT még ebben a hónapban valamennyi tartály ivóvízkészletét biztosítja. A belváros mindig az adott település kirakata. Pécs több szép és rendezett parkkal, zöld területtel dicsekedhet, de belváros ide vagy oda, azért vannak hiányosságok. A Vásárcsarnok és környéke ilyen neuralgikus pont. Az itt élők szerkesztőségünkhöz fordultak, a számukra már tarthatatlan problémával. A mostani parkoló területén egykoron ápolt park, játszótér és homokozó volt. A Vásárcsarnok felépítése után ezt a részt lebetonozták és parkolókat létesítettek, melyet mai nevén a Piac és Vásárigazgatóság bérel a közüzemi értétől. Az a probléma, hogy vécének használnak itt mindent. Ami kijön szemét a csarnokból, idehordják a rothadt, mit tudom, büdös csirkefejeket, vagy csirke aprólékot, vagy mi a csodát, csupa véres minden, és undorítom, amikor a patkányok ugrálnak ki a kukásedényekből. Rettenetes bűz van ezen az egész környéken, mert a piacra jövők, meg elég sokan vécének használják ezt az egész környéket. Világos nappal képesek levetkőzni, a vécézéshez megfelelően, és legugolnak ide a bokrok közé, de sokszor még a járdára is. Közfenntartó vállalathoz tartozik. Nagyon sokszor betelefonáltam, hogy a város egyik központi helyén vagyunk, és az utolsó május 1-én volt felsóderozva. Azóta semmi nem lett azzal csinálva. Mennek az emberek a Vásárcsarnokba, mennek a buszpályaudvarra, és ezt látják a városban. Hát ez ellen valamit kellene tenni.
A közüzemi RT-től írásos megkeresésünkre megtudtuk, hogy a parkoló takarítása a mindenkori bérlő, vagyis a piac és vásárigazgatóság feladata. S véleményük szerint a folyamatos kereskedelmi tevékenység és a nagy átmenő forgalom miatt napi takarításra lenne szükség. Szeretnénk, ha egy kis zöld területet kapnánk, kivágni az összes bokrot, ami búvóhelyről szolgál, és annyit megérdemlünk, hogy talán egy kis zöldet, amit tényleg rendben is tartanak. Hogy a rendben tartás és a folyamatos takarítás hogy oldható meg, az még kérdés. Ám a közüzemi RT feladatkörébe tartozó úgynevezett fiatalító meccések programjában e terület is szerepel. És az itt elengedhetetlen munkálatokat a tervek szerint tavasszal kezdik el. Napjainkban csak szigorú feltételek mellett lehet új gyógyszertárat létesíteni. A szakmai követelmények mellett az engedély megadásának az is feltétele, hogy 5000 lakosra jusson egy patika. Patacson minden feltétel adott. Patacson immár nem kell buszra szállnia, utaznia annak, akinek gyógyszerre van szüksége. Városunk virágzó peremkerülete ugyanis egy új gyógyszertárral gazdagodott. 4 évvel ezelőtti lakossági kezdeményezéssel indul a gyógyszertárnak a telepítése, illetve a gyógyszertár indításának a gondolata, hiszen ez egy nagyon perspektívikusan fejlődő új városrész, ahol nagy számú gyerek és felnőtt lakosság él már. Így állítottuk össze a készletünket is, főleg kisgyerekek és az idősebb korosztály és a fiatalabb korosztály gyógyszerelését tekintve. A gyógyszertár engedélyezése 3 lépésben történik. Először a 94 évi 54-es törvény szerint, korábban miniszteri, most országos tiszti főgyógyszerészi engedély kell a létesítéshez, kell hozzá gyógyszerész, aki személyi jogon működteti, és ha mindezek a feltételek megvannak, akkor jön a helyi hatóság, tehát az ANTS megyei intézete. Mi a működési engedélyt adjuk meg, ha a személyi és tárgyi feltételek megvannak. Szerintem szükség volt a gyógyszertárra, mert ahogy a véleményben is szerepelt, dinamikusan fejlődő városrész. Egyébként ez Pécsváros 35. Baranya megye 82. gyógyszertára. A nyitvatartási idővel kapcsolatosan felmérést végeztünk, hogy mi volna az igény. Így jutottunk arra a gondolatra, hogy a gyógyszertár kicsit későbbi időpontban nyitna, 17:30-ig lesz nyitva a gyógyszertár. Az ünnepélyes megnyitó után a vásárlók május birtokba vehették az új gyógyszertárat. A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont eddig a civil közösségek házában kapott helyet. Az iroda jelenleg költözés alatt áll. Szolgáltatásait ezentúl a József utca 19 szám alatt vehetik igénybe az érdeklődők. A József utca 19 szám alatti ingatlant korábban a Baranya megyei munkaügyi központ hasznosította. Az irodában közgyűlési döntés értelmében e héttől a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont kap helyet. A civil közösségek házát ugyanis egész egyszerűen kinőtték. Hogy állnak a költözéssel? Hát ahhoz képest, hogy ma kezdtük, egész jól állunk. Holnap itt indul már az ügyfélforgalom, tehát holnapra mindenképpen késznek kell lennünk. A Forrásközpont jelenleg futó programjai közül az Újra dolgozom projekt a legjelentősebb. Az Újra dolgozom program a munkaerőpiacon hátrányban levő munkanélküliekkel, ezen belül kiemelten a tartós munkanélküliekkel foglalkozik, de természetesen szívesen várunk minden olyan érdeklődőt, aki munkahelyet keres. Az Újra dolgozom program fejlesztésére 2 jelentős pályázatunk van, egy FAR program, ami azt jelenteni, hogy Dél-Dunántúl 4 megyében szerveznénk az Újra dolgozom program szolgáltatásait, illetve jövő évtől az OFA-nál van bent egy pályázatunk, hogy az Újra dolgozom program országos módszertani központjával szeretnénk válni. A regionális forrásközpont közvetlen kapcsolatban van a munkaügyi központokkal és számos más szociális intézménnyel. Az elmúlt 5 hónapban 240 tartósan munkanélkülit segítettek álláshoz. Információink szerint a közeljövőben a Dél-Dunántúli United Way alapítvány is ebbe az épületbe költözik. Soron következő ülését tartotta a Városunk Közgyűlésének Lakásfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága. A tanácskozás 24 napirendi pontot tárgyalt, ezek többsége magánszemélyek lakáskérelme, illetve lakásbérleti szerződések meghosszabbítása volt. Emellett egyebek között az 1999-2000. Évi lakáseloszlási bérlői listát is elbírálták. Az ülése a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Pécsvárosa hosszú távú lakásfejlesztési koncepciójához küldött, részletes tájékoztató ismertetésével zárult.
Rendkívüli ülést tartott a Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság. A program két napi rendi pontot tárgyalásával zajlott, melyben a város szervezeti és működési szabályzatát is megvitatták, majd a közbeszerzési eljárásban résztvevő véleményező bizottság eseti tagjainak megbízására került sor. A Janus Pannonius Tudományegyetem angol nyelvű irodalmak és kultúrák tanszéke a Művészetek Házával közösen szervezi a brit kultúra, politika és irodalom rendezvénysorozatát. A tegnapi előadása a II. Világháború, a válás, a televízió és a posztmodernizmus témáit ölelte fel. A múlt fél évben brit sorozatot szerveztek, ebben a fél évben pedig az amerikai irodalommal, történelemmel ismerkednek a diákok. Az előadások színvonalát az adott országból a honi egyetemeken tanító meghívott előadók emelik. Donald Morze irodalom professzor Ország László ösztöndíjasként 5 éve tanít a Debreceni Tudományegyetemen. Előadásában Kurt Vonnegut írói életútjáról számolt be. Kurt Vonnegut is certainly known as a science fiction writer. Kurt Vonnegut természetesen sci-fi íróként is ismert az amerikai olvasóközönség előtt, ami valójában olvashatóvá és élvezhetővé teszi írásait az amerikaiak számára, az az, hogy az amerikai történelem és kultúra legfontosabb állomásait kommentálja a regényeiben, kezdve a depresszió éveitől egészen a II. Világháborún át Vietnámig, a Watergate-ig. Az a célunk, hogy az angol, illetve az amerikai kultúrának a jelenségeit előadás sorozat keretében nem csak a diákok, egyetemisták számára, hanem a pécsi érdeklődők számára is elérhetővé tegyük. Törekszünk arra, hogy anyanyelvi beszélők, tehát amerikai és brit előadók legyenek. A Fulbright, illetve a British Council ebben nagyon sokat segít, az általuk Magyarországra meghívott és itt foglalkoztatott oktatókat tudjuk meghívni. Az előadás kötelező jellege és az esti időpont ellenére sok egyetemistát vonzott. Most pedig következzék néhány hír röviden. Holnap tartja a soron következő ülését a Város és Környezetfejlesztési Bizottság. A napirendi pontok között szerepel egyebek mellett a Béke utca és környékének települési rendezési terve is. Ugyancsak holnap lakossági fórumot tart a Pécs-Mecsek-Szabolcsi településrészi önkormányzat. A rendezvényre Szabolcsfaluban, a közösségi házban kerül sor este 5 órai kezdettel. A város legfontosabb híreinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Maradjanak velünk, hiszen rövidesen a lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Szerdán a Dunántúli Naplóban. Tüdőszűrés, sötét a kép. Somogyban több mint fél éve nem működnek a mozgó tüdőszűrő állomások, mivel alkatrész hiányában a berendezéseket nem lehet javítani. Baranyában is bekövetkezhet bármikor hasonló helyzet, hiszen az előregedett gépek mindegyike azonnali cserére szorulna. A megelőzésre ugyanakkor volna ok, hiszen a Dunántúli Napló információi szerint a tüdőbetegségek terén a megye megelőzi az országos átlagot. A képernyő sugárzása nem károsítja az egészséget. Eljön az idő, amikor a számítógépes munkakörnél a munkaadó indokolt esetben köteles lesz kifizetni a dolgozók szemüveg költségeit, az újonnan alapított képernyős állomásoknál pedig már ma is figyelembe kell venni az egészség védelméért kialakított követelményeket. Gáztalanítják a kisvállalkozókat. A nagyfogyasztó intézményeknek is lehetnek fizetési nehézségei, ám a gázszolgáltatónak az a tapasztalata, hogy tartozásaikat igyekeznek rövid időn belül kiegyenlíteni. A DD gáz kintlevőségeinek döntő részét az igénybe vett szolgáltatás díját több hónapon keresztül nem fizető kisvállalkozók hozzák össze. Az ilyen cégeknél kétszeri felszólítás után elzárják a gázcsapokat. Részletek a szerdai Dunántúli Naplóban. Időjárásunkat a délfelől érkező nedvesebb léghullámok alakítják. Éjszaka felhőségboltra számíthatunk, gyenge havazás is előfordulhat. Hajnalra -3-tól 0 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap erősen felhős lesz az ég, napközben helyenként kisebb havazás és hózápor is előfordulhat. A keleti szél megélénkül, a hőmérséklet 0-3 fokig emelkedik.